ennyire szűk ez a cipő. Kojak und gefürchtet wie 007. Mann, wie ging ich dann meilenweit für Gesetz und Gerechtigkeit? Und sie würden erblassen, alle Gangster bis nach Chicago. Denn ich hätte als Detektiv alles absolut und fest im Griff. Und ich würde hinlangen, kraftvoll und total. Und dein Ruf wird brausen, so wie Donnerhall. Ó, kedves Harry! Ach, du lieber Harry! Ach, du lieber Harry! Harry, noch einmal! Ach, du lieber Harry! Ach, du lieber Harry! Ach, du lieber Harry! Harry, noch einmal! Und die Frauen... Magyar Hangok. Gruber Hugo, Andres Kati, Komlós Juci. Harry, oh, fass uns an, du Prachtstück von einem Mann. Und ich werd hinlangen, gerne über. Und dein Ruf wird brausen, so wie Donnerhall. Írta Ralph Gregen és Dieter Hallervorden. Ja? Was denn? Gerne. Ja, natürlich. Zene Hermann Weindorf. Fényképezte Hermann Gruber. Sherlock Holmes und für Casanova. Denn sie würden genau besehen, dann alle in meinem Schatten stehen, denn ich würd hinlangen, kraftvoll und total. Rendezte Jean Giraud. Und dein Ruf wird brausen, so wie Donnerhall. Ach du lieber Harry! Ach du lieber Harry! Ach du lieber Harry! Harry noch einmal! Oh. Ach du lieber Harry! Ach du lieber Harry, Harry noch einmal. Második felszólítás. Ach du lieber Harry. Ajjaj, második felszólítás. Muzsika. Halló? Igen, nem. Igen, persze. Kivételesen azonnal mehetek. Jó, akkor teszem tiszteletemet, asszonyom, köszönöm. Én kinyomtam az egészet. Mr. Teónak ugyanis vitamin injekciót kell adni. És ugye Apollonőre nem futja a pénzemből, nekem kell csinálnom. Nincs más megoldás. Hogy ne, megértem, asszonyom, de talán térjünk vissza a tárgyra. Tehát azt kívánja, hogy Mr. Teót és önt elkísérem 3 napos útjukra Svájcba. Igen, hiszen megmondtam már, és majd látni fogja, Mr. Teó valóságos kincs. Ezért mindenáron el szeretném kerülni, hogy az injekció fájjon neki. Hát persze. Kedves Art úr, tökéletesen megbízik bennem, ugye? Ó, ez csak természetes, asszonyom. Akkor gyürkőzzék neki, legyen szíves, fel az inge ujját. Mi? Engemen ne féljen. Ha fájna magának, ahogy az injekciót adom, akkor legfeljebb mégis felfogadok egy ápolónőt Mr. Teó mellé. De akkor kénytelen leszek az ön szolgálatairól lemondani, mert arra, hogy ápolónőt is, meg testőt is felfogadjak, nem futja a pénzemből. Már... Tehát kertelés nélkül őszintén meg kell mondania, hogy fájja, amit csinálok. Értem, egy pillanat. Igen?
Jáá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 á Csodálatos, annyi se éreztem, mint egy bolhacsípés, nem tudom, mi szépség ellene, ápolónőre ellenben. Testőr, az kell neki. Hát csináljuk még egyszer? Na, abszolút felesleges, finomabb, nem is lehet csinálni. Ó, gyakorlat, te fia mester! Nos? Tiszte élvezet! Komolyan mondom, jobban csinálj már melyik ápolónőnél. Na hát, hogy fog ennek örülni, Mr. Teo? Mondja ez a Mr. Teo, hol van egyáltalán? Gondolom, valamilyen nagy kutya lehet, megismeretném elutazás előtt. Persze, jöjjön csak! Összeismertette magát Mr. Teóval. Látja, kérem, ez itt Mr. Teo. Ez az állat. Persze, hát ki lenne más? Ez egy házinyúl. Az hát, láthatja, hogy nem elefánt, ugye drága, ugye kicsi nyuszkó-muszkó. Tehát legyen ott pontosan 8 óra 15-kor a pályaudvaron, Apur. Ott leszek, nagyságos asszony. Hát akkor viszlát, nyuszkó-muszkó. Magának Mr. Teo, és nem más. Lesz 80 a vége. Tessék, köszönöm. A vonatom ne hagyj el. Oh. Hogy az Isten verje meg. Mit vacakolod, kisasszony? Talán a húsvéti nyúszira vár? Láthatja, hogy nem indul a kocsi, mit csináljak? Akkor tolasson hátra, gyorsan, gyorsan. Nincs magassági kormány. Mondja, talán a lottón nyerte a jogosítványát, vagy mi a fene? Az Istenért kíméljen meg az aranyköpéseitől, segítsen inkább. Segítsek? Én magának, jó vicc. Hiszen én vagyok ide bezárva. Ide hallgasson, kisasszony, elszalasztom a vonatomat, és egy bomba üzletet is vele, értse már meg. Szóval menjen ide a ragacsával, mert véletlenül sietek. Hát akkor siessen, csak egyetlen szóval sem mondtam, hogy várjon rám. Ahogy elnézem, eltart ez még egy darab. Nem tudna kölcsön adni egy újságot. Ki csinál, mondja tisztára, begolyózom. Legalább húzza le a cipőjét a patáiról, mielőtt átrappol az ülésemen. Csak nyugalom, szépségem, a harag elcsúfítja a csinos pofikáját, azért pedig nagy kár. Nem csak film, az, de még rám is száll. Nem, most nem. De ha majd egy kicsit több időm lesz, boldogan kicsit. Tudja, micsoda maga? Egy hülye beképzett majom. Ugyan, ugyan. A 362-es számú gyors vonat Genfbe, Kempten, Zürich, Bern és... Hiába, most már fel kell szállnom. Kérjük, fejezzék a felszállást és csukják be az ajtót. Kellemes utazást kívánok. Lenne olyan drága fiatal ember. Indulás! Az Isten ide elmegy! Hello! Itt vagyok! Erre! Itt vagyok! Adja ide! Itt még a kis táska! Hamar! Adja csak ide! Igen, itt van! Fogja! Kicsit sok a gát! Nem tudom, sajnos! Mi lesz, bírja még? Nem, dobja! Dobja ki a kis táskába, gyorsan! Hú! Igen, a vonaton vannak mind a ketten. Persze, legyen egészen nyugodt, nem veszítem el a nyomukat. Igen, természetesen csak is az én hibám, hogy lekéstem a vonatot. De azért nem történt... Ide hallgasson, ha a maga hibájából lekési a maga vonatát, az rendben van. De hogy én késem le a maga hibájából a vonatomat, az egészen más. Ha le akarom késni a vonatomat, egyedül is le tudom késni. Magasságos ég, már megint maga, mondja, üldöz engem, hagyja már békén. Hogy én üldözöm magát? Ha maga nem jön közben, már rég a vonatom. Akkor várjon szépen a következőre, de ne itt. Elnézést, főnök, itt vagyok. Nem kell mindjárt így felfortyani, még mindent helyrehozhatok. Azonnal a vonat után hajtok a kocsimon, és valamelyik állomáson, ahol megáll, felszállok. Igen, hát persze, hogy a határon innen. Tessék?
Higgy el, sikerülni fog. Több állomáson is megáll a vonat, utol fogom érni. Tisztelendő úr, lehetséges, hogy láttam már az ön fotográfiáját az újságban? Ugye már ön a regensburgi püspök? Nem, de hogy én nem regensburgi vagyok. Rémes, hogy cammog ez a vonat, és minden bakterháznál megáll. Főtisztelendőséged óhajtotta így, hogy kerüljük a feltűnést. Aha! Megvan, tudom már, hol láttam a főtisztelendő urat. A Manci pap neveldében. Ön pap neveldébe járt? Nem, nem én, hanem az egyik kis unokaöcsém. Épp egy éve, hogy papá szentelték. Hát, szép hivatás, asszonyom. Csak hogy egy isten háta mögötti hegyi faluba helyezték szegénykémet. 7 hónapig tart a hó. Ez valóságos börtön. Bizony, a börtön nem szép dolog. Ajaj. Főtisztelendő úr, ha közbe tudna járni a fiú érdekében. Ó, hogy ne tudna. A főtisztelendő úr mindent meg fog tenni. Nagyszerű, akkor azonnal felírom önnek az unoka öcsém nevét. Istenkém, sehogy se értem, hogy akarnak itt egyáltalán átjutni az autók. 3-szor utazom ezen a vonalon Svájcba, és mindig lent vannak a sorompók. Hello. Magával vinne egy darabon, kisasszony. Ne haragudj, ön sietne. Én is. Az a helyzet, hogy 2 hónap múlva van egy kis randevú Bali szigetén. Kicsi a valószínűsége annak, hogy egyedül utazó nők felvegyék az embert. Ez pedig kétségkívül a nők szexuálisan frusztrált szerep magatartásából következik. És ugye most kiestem a szerepemből, az kétségkívül a maga szexuális vonzerejéből következik, mi? Valami baja van? Na, ezt inkább hagyjuk, különben kiszáll. A minden segít magának. Most aztán elválnak útjaink. Gyerünk kifelé. Elég, elegem van magából. Nem is tudják, uraim, milyen nehéz a házi nyulakat pároztatni. Igen gondos kiválasztásra van szükség hozzá, és komolyan mondom, lankadatlan kitartásra. Na, kitartás van aztán ezeknél a dögöknél. Vagyis ezeknél az állatkáknál nincs hiány. A hölgy nem a nyulak, hanem a tenyésztő kitartására gondolt testvérem. Kérhetek egy nagy szívességet tisztelendőségetektől. Volnának szívesek vigyázni egy fél órácskáig, Mr. Teóra. Szeretnék meginni egy kannácska kávét az étkezőkocsiban. Kérem, a legnagyobb örömmel, nagyságos asszony. Remek. Tudják, én egyébként nem szoktam megbízni soha senkiben, de ugyebár papokra a lelkét is rábízza az ember. A mi személyünkben maga a jóisten szeme vigyáz erre az ártatlan jószágra, nagyságos asszony. Menjen békével. Nyuszkó, muszkó, jól viselkedj! Asszonykád, mindjárt visszajön, nyuszkó! Ha a róka közeledik a kedvecéhez, én egyből kinyírom. Bocsássa meg a páter sajátos beszédmódorát, azelőtt tábori lelkész volt. Állandóan kiesel a szerepedből. Ha továbbra is ilyen szöveget nyomsz, az állöltözet hiába való.
Ha meg nem adja a vakkarangyolást az öreg lány, én kitekerem a nyakát. Megszakítjuk műsorunkat és ismételten felolvassuk a bűnügyi rendőrség közleményét. Tegnap ellopták a Nemzeti Géptárból a nagy francia festő Renoir egy festményét. A bűnügyi rendőrség azt gyanítja, hogy a képet külföldre próbálják csempészni. Ma reggel óta minden határátkelő helyen szigorított ellenőrzés folyik. Aki segítséget nyújt a tettesek kézrekerítéséhez, 20 ezer márka jutalmat kap. 20 ezer márka? Ha, abból minden esetre telne új pénztárcára is. Isten itt magának, mi keresni valója az én kocsimban? Valahogy nekem is el kell érnem a vonatomat. Ha nem tévedek, most nagyon dühös rám, igaz? Nem vagyok dühös magára. Nem? Csak szeretném apró cafatokra tépni. Mi befogadjuk, hogy nem sikerülne. Bocsánat, megenged egy kérdést? Hagyjuk elrobogni a vonatot, vagy... Te jóságos Isten, jöjjön gyorsan! Kérem az úti okmányokat. A sarok. Ha? Mi? Hol? Végigjárják a fülkéket. A szentségit. Még négy és a miénk következik. Akkor csak egy gyors ötlet segít. Igen, ki kell lógnunk innen, Paul. Fenét! Csak semmi pánik. Tessék, engem is kihozol a sodromból. Keressünk rejtekhelyet. Hol a felébe akarsz itt elrejtőzni? Ha? Nem nekünk kell a rejtekhely, te hülye, hanem a képnek. Ide rejtjük. Mr. Teo. Ritkán fordul elő, de valóban néha ámulatba ejtesz. Ilyenkor úgy rémlik, hogy mégiscsak van valami agyféleség a koponyádban. Bűnügyi rendőrség, kérem az útjog. Ezer bocsánat. Csak ugyan megzavart minket az ájtatosságban, de ha mindenképpen szükséges, végezze a kötelességét, gyermekem. Csak azért zavarok, mert elloptak egy drága festményt, egy Renoir. Bizonyosra vesszük, hogy Svájcba akarják vinni. Nincs bizonyosság, csak az Úrnál, ami Istenünknél. De az fiam. Biztos, hogy sok itt a fekete bárány a földön. Nekem azért is kellemetlen a dolog, mert a fiamnak holnap lesz az első áldozása. Ó, szép, gyönyörű. Igaz. És én az apja természetesen szeretnék... Ott lenni a szertartáson. Igen, hogy ne. Aztán áldozni az ivás örömeinek. Igen, természetesen azért is. Nos, még egyszer bocsánatot kérek, és jó utat kívánok. Csak ne húzza meg túlságosan a kejhet a fiúcska. Isten verte, hülye. Mi az, hogy hülye? Hiszen nem is ismered a fiát. Nem a fiára mondtam, te vagy a hülye. Tök fej, hülye. Na, de egy dolgot el kell ismerned, Paul. A ketrec, mint rejtekhely. Mégiscsak piszok jó ötlet volt tőlem, hm? Volt, de most már nem az. Gyerünk elő a képpel, mielőtt a dilis öreglány visszajön. Ó, ej! Utána még olajra lépve. Pofát tudod járatni, de két bal kezed van, te balfálcán. Ne izgass magad, Paul, helyrehozom a dolgot. De azt rögtön te tiszoltak. Szabad lesz, kérem? Megengedi? Orvos vagyok. Valami baj történt, atyám? Semmi, csak meglógott az öreg lány nyula, és ettől úgy beijedt a vén madár ijesztő, hogy eldobta magát. Atyám, önnek megártott az izgalom. Adja csak ide, majd én megmutatom, hogy kell nyulat fogni. Tessék, most aztán megsütheted a zseniális ötletedet. De hát azonnal kórházba kell vinni. Ó, igen, persze, tessék, csak intézkedjék. Majd imádkozunk érte. Yeah.
hogy együtt utazunk. Ne haragudjon, de nekem most mégis kell, nehogy azt képzelje, hogy valami baj van, igazán szívesen mennék magával, de hát akkor további jó utat, és köszönöm szépen! Gyorsan, a mentő után! Uram, hová? Én csak... Állatoknak nincs hely a betegszobában. Ez egyszer tegyen kivételt, kérem. Az öreg hölgy elájult a vonat és... Sajnálom, nem lehet, a hátirend szigorúan tétja. Vigyék. Tovább kell utadni a Mr. Teóval Lozánba. Holnap délelőtt 10-kor nyílik meg a kiállítás. Igen. És ott először is a tetovált számát kell bemutatni a zsűrinek. A micsodát? A számát! A törzszám ugyanis bele van tetoválva a bal fülébe, és amit most hall, az a legfontosabb teendője. Igen. A ketrecét minden nap kétszer ki kell takarítania. Igen, kétszer de... minden áldott nap, érti? Igen, na most... Mr. Teónak ugyanis a higiénia a mindenek. De most menjen gyorsan, menjen, csak is legyen kedves hozzá, hiszen olyan bűvályos, kicsi jószám. Viszlát! Itt a váltás, Georg, mehetsz enni. Viszlát! Jó napot, professzor. Uh-huh. Szép jó napot, professzor. Úgy tessék a postája. Igen. Látom, még mindig kísérleteket a nyulacskákkal. Hogyne, barátom, igen. Akkor van itt valami önnek. Tessék. Nagyon szép, ennek örülök. Köszönöm. Pardon, bocsánat. Hol van a nyúl, kérem? Volt itt egy nyúl. Hol van? A professzornál a laborban. A laborban? Hol a labor? Oda úgy sem szabad bemennie. Ki maga egyáltalán? Kérem, én a professzor új tanár segédje vagyok. Persze, az egészen más. A második alaksori szint arra parancsolja, hogy ottan lehet. Ott szemben? Igenis. Miben segíthetek, tisztelendő uraim? Egyik kedves hívünk kéretett ide egy idős hölgy, akinek házi nyula van. A professzor úrnak leadtak egy nyulat, arra tetszik gondolni? A hölgy bizonyára odafönt van, a nyúl pedig odalent a laborban. Laborban? Hol van az? Oda kérem, szigorúan tilos belépni. Vétkezel, ha elzárod az utat Isten szolgálj előtt. Tulajdonképpen a hölgyet keresik, vagy pedig a nyulat? Minket csak a ketrec érdeke. A ketrec? Tudja, nagyon hosszú história, fiam. Igen, bizalmas családi ügy, amelyben sajnos a legszigorúbb titoktartásra vagyunk kötelezve. Ugye érted, gyermekem, a gyónási titok. Tehát azt a megállapítást szűrhetjük le, hogy a házi nyúl bizonyos testi ingerekre hasonlóképpen reagál, mint az ember.
Ezt a tételt fogom most önöknek egy kísérlettel bizonyítani. Kutatói pályámra azzal szeretném feltenni a koronát, hogy bebizonyítom majd a fordítottját is. Nem csak a nyúl érez emberként, nyúlként érezni az ember is képes lehet. Na jöjjenek utána, kérem. Szegény Mr. Theo. Most tehát hamarosan meglátják, hogyan változik a kísérleti nyúlban az agyi áramok feszültsége, és pedig mindig azon ingerek intenzitásának megfelelően, amelyek az állatot érik. Tehát kérem, nagyon figyeljenek! Kezdem az animálást. Ingerlem az idegközpontokat, amelyekből az embernél is az elemi érzések kiindulnak. Először is. Legyen először talán harag. Csodálatos! Ezt nem is gondoltam. Most pedig örömet! Örömet! Várjanak csak, mit kezdjük? Nem lehet egy kicsit még fokozni az örömet. Mondjuk így. Felséges! Fantasztikus. Most pedig váltsunk át fájdalomérzésre. Hát ez nem, ez kitűnő kísérlet. Az, most pedig így lám gyorsan váltunk át az újjongó öröm csúcsáról a mély szomorúság fenekére. Ja. Egészen fantasztikus, mit tud kihozni egy nyúlból. Most pedig animálom az állat gyönyörérzetének központját. Kiváltom érzéki vágyait. Nem. Harry, az Istenért, mi van magában? Valami nincs rendben. Az nem lehet, hogy csak így... Talán valami nincs jól bedugva. Nem, ellenőriznünk kell a vezetékeket a másik laborban. Jöjjenek át! Uram, az Isten szerelmére, mi a csodát keres itt ön? A megrendelő nyulát. Ó, te jóságos Isten. Kérem, hogy itt sem vagyok. Bocsánat, kérem. Erre a nyúlra gondol? Erre? Vagy arra? Nem, erre. Bocsánat, de ez itt tette, hogy én meg azt hittem, hogy a másik tévedés történt. Bocsánatot kérek, viszontlátásra. A sárgarépám? Itt felejtettem a sárgarépám. Elnézést. Szerencsétlen flótás. Ennek a kísérletnek az utóhatásait még alaposan megérzi majd. Szorványosan. De akkor intenzíven. Igazán nagy kár, hogy professzor Brunchley és professzor Weingarten elszalasztották ezt a kísérletet. Na, tulajdonképpen már itt kellene lenni ők. Ennyi.
Legyen szíves, fogja egy percet. Köszönöm. Mit akar? Folytasd! Mi? És én? Én nem kapom még. Később, majd később tőlem, majd megint szakítok rá időt. Szabad kérem. Ez az a balesetes? Az ő röntgen felvételei? Te jóságos Isten! Nincs mese, azonnal be a műtőbe! Vigyázzon az ajtónál! Vengarten professzor, ha nem tévedek, ugye? Épp le akartam ön elé menni a kapuhoz, már türelmetlenül várják. Igazán kedves öntől. Na, jöjjenek kérem. Grünstein professzor urat várják a padulóknál. Mint ahogy fehéren-feketén bebizonyítottam ifjú barátaim, hiába kapáloznak ellene egyesek, idevágó tételeik változatlanul az ingatag hipotézisek birodalmába tartoznak. Ó, ön bizonyára Weingartner professzor, tessék parancsolni. Nem hallgathatom el, tisztelt kolléga úr, hogy az ön kutatási eredményeiben számomra sokan megválaszolatlan kérdés. De remélem, hogy most tud válaszolni rájuk. Nos, tisztelt kolléga úr, mielőtt rátérnénk kísérletünk bemutatására, ha megkérhetnénk, fejtse ki hallgatóinknak az ön elméletét. De csak futólag, kolléga úr, sietnem kell. Dehogy futólag, tisztelt kolléga, szeretnénk mindent hallani. Egy pillanat türelmet. Izgalommal várjuk, tisztelt kolléga úr. Igen? Igen. Hát jó. Bocsánat, olyan rengeteg kísérletet végzek. Milyen témáról kér tőlem tulajdonképpen előadást? Az emberi és az állati érzékelőrendszer hasonlóságáról, különös tekintettel a házi nyuléra, hiszen csak is ezért még a nyulát is magával hozta. Hát persze. Hogyne, hogyne. Nem szívesen beszélek róla a jelenlétében. Tudják, az a helyzet, hogy minden szavamat érti. Tegnap, amikor csak úgy tréfával azt mondtam, hogy szívesen megennék egy kis nyúlpecsenyét, rögtön vérig sértődött. Egy szót sem szólt, úgy felhúzta az orrát. Hát igen, vagyis nem. Tehát térjünk a tárgyra. Ez az egész dolog attól függ, kérem, honnan nézi az ember. Egyfelől ugye. Itt van az ember. Másfelől pedig a háznyúl. Bocsássanak meg. Az ember kifújja az orrát, a háznyúl pedig sír. Igenis, a saját szemben. És mindennek a magyarázata egy reakció. Egy reakció a májban, amely ingereket bocsát ki a homlokra. Ezek hatására az agyi áramok
Ugyanazon a hullám hosszon foghatók a nyulaknál is. Hát igen, tudom, hogy ez az elmélet forradalmasítja a tudományt. El tudom képzelni, hogy meg vannak lepve, de ez nem ok arra, hogy tetlegességre vettem egy gyerek, ugye? Nincs semmi vész, nyúlcipőt kötünk és kész. Gyerünk, uránok, gyorsan! Taxi! 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 Fut a hitváncsaló! Nálunk Svájcban nem történhetne ilyesmi. A gyálva nyúl! És emiatt vesztegettem el a pénznél is drágább időmet. De megyek is az állomásra, és indulok haza Genfbe. Ez meg micsoda? Hiszen nyomatékosan elrendeltem, hogy betegeink kimenő ideje 4 óra és 5 óra között van. Siess, semmi gáz. Kérem, nagyon vigyázni. Olyan finom kell bánni csomagokkal, mint ő hintajással. Szuperul érzékeny artista szerszám benne. Kell nagyon nagy vigyázat. Köszönöm.
3 órát vesztettünk. A rendőrök nem jutnak el a bérmálás utáni murira, mi meg egyre nehezebben juthatunk át a határon. És önök nem kellene ezt a nyuszkó-muszkót? Ez a kedvenc módszered, né? Kinyírni embert, állatot. Paul, ez a dög csak púpa hátunkon, nem? Ellenkezőleg. Amilyen ártatlan pofája van, hadd csücsüljön tovább a Renoir-on. Érti a dolgot. És mi? Nekünk nem pont olyan ártatlan a pofánk. Legfeljebb a ruhánk, de még az is bal szerencsét hozhat, amilyen fekete. Na hát, hogy maga is itt van. Itt vagyok. Ez a meglepetés talán kellemetlen magának. Ah, nem, nagyon kellemes, csak azon gondolkodom, hogy miért követett? Azért, mert ellenállhatatlan hatást tett rám Harry. Nézem, bevallom őszintén, halvány fogalmam sincs, mi történt velem a kórházban és miért. Csak azt tudom, hogy valaki, azaz valakik nagyon fenik a fogukat Mr. Teóra, és az erőszaktól sem riadnak vissza. Javaslok valamit magának, Harry. Működjünk ezentúl szorosan együtt mi ketten. Tehát én majd a ketrecet tartom szemmel, maga pedig Mr. Teót. Na hát ez igazán komolyan segítene nekem. Mi a csoda? Honnan szerezte ezt a csodálatos ruhát? Castellano a bűvész ruhatárából, nem igen volt idő válogatni, és most itt állok útlevél nélkül, vonatjegy nélkül, és üres zsebekkel. Először is meg kell keresnem Mr. Teót valahol, hogy itt van a vonaton, az biztos. Csiklandoz valami. Nem épp a legalkalmasabb öltözék, hogy ne kell csak feltűnésre. Én kettesben mindent megoldunk majd, Harry. Igen, hát akkor vissza. Elfogadja. Köszönöm. Aztán jobb, ha többet nem gyúlok a zsebembe. Paul! Paul, hallasz engem? Már itt se ülhetek nyugodtan. Remélem nem hagytad ott a kedvencet, te Isten barma. Képzeld, most tudtam meg, hogy a vámvizsgálatot már a határ előtt megtartják. Most mindjárt menet közben. A gyerünk, siess már! Vigyázz a magasságot! Vigyázz a kedvencre! Itt a drága. Kérem a menetjegyeket. Útlevél ellenőrzés. Köszönöm. Sikerült megtalálni. Sikerült, de jön az ellenőrzés, mi lesz, ha engem is megtalálnak. Tudja mit, vigyázzon rá egy percre, én felszívódom. Jó napot. Bármis útlevél vizsgálat. Kérem az iratait. Jó napot. Felhúzhatom az ablakot, nagyságos ez. Tessék csak. Nem, hagyja inkább nyitva. Imádom a friss levegőt. Ahogy jó hagyja a szót. Szabad kérnem a menetjegyét. Tessék. Köszönöm. Köszönöm, hölgyem. További jó utat. Viszontlátásra. Tartson ki még egy percig, itt vannak az ajtó előtt. Gyere, nyuszi. Hova tetted? Hova tüntetted, te kis ribanc? Hova tűnt innen? Gyere. Jaj, ne! Leesett! Ez
a maga lelkén szárad, maga aljas gyilkos. Meggyilkolta szegényt, igen, és meggyilkolta, leesett a nyakát szegte. Téged nyírlak ki, ha nem fogod be a szád. Ez van, szenzációs mutatvány drága. Csak képzelni el. A jobb kezemben lenni nix, a bal kezemben lenni nix. Csak a fejemben abszolút koncentrálás. A kezeimben még mindig üres. Elővenni egy kendőt, kiteregetni. A kezeimben még abszolút semmi, és aztán cicibé, cicibá, cicibá, dibá. Jó napot. Hát igen, nem is rossz mutatvány. Na, csak hogy végre. Na kivele, hol van? Mi köze hozzá, hogy hol van? Vagy talán azt akarja mondani, hogy a magáé. Talán. Na köd ki, hol van, de rögtön. Eszembe sincs, nem estem a fejemre. És most hagyják el a fülkét, vagy nem állok jót magamért. Én igazán nem értem, Harry, az előbb még ott volt a helyén. Hogyhogy én azt hittem, magad ugta el. Na, elég a magánszámból. Először is kik vagytok? Harry, magándetektív. Ki a megbízót? Egy hölgy, Annie Rose. Rose? Sosem hallottam. És neki kell kicsempésztem? Nem, ellenkezőleg a kiállításra viszem. Hallod, Benno? Ezek átvernek minket, unják az életüket. Isten ments, én díjat szeretnék nyerni vele. Ez hülyének néz, majmot akar csinálni belőlünk. Én írom mind a kettőt. Pofa be! Nagyon helyes. Tehát valóban azért kell neki, mert kiállításra akarja vinni? Megmondta világosan. Mennyi dohányt kapsz érte? 70 márkát plusz 30-at a költségekre, mínusz jövedelemadó. Ez hülyének néz minket, Paul. Nem, egyáltalán nem. Egy cégnek melóztok? Én apur titkárnője vagyok. A magándetektív úr meg a kis magántitkárnője. Megtiltam, hogy így beszéljen a hölgyről. Adok negyed órát, barátocskám, addig a föld alól is előkerített. Különben új titkárnő után nézhetsz. Az az átkozott nyúl. Yes. Na, mi ez a bizalmaskodás? Parancsoljon, kedves uram. Konyhánk mai ajánlata. Házinyúl à la maison. Elnézést, uram, de mi ez? Házinyúl egészben sütve. És állandóan szerepel az étlapon? Nem. Ez a mai rendkívüli ajánlatunk, uram. Ezt megcsinálta, Tari. Lassan és óvatosan. Ne sírsa vele. Finoman csinálom. Ó, ez az már megvan. Itni. Itt. Tessék. A fene ebbe a dögbe. A hetes fülkében utazom. Hát itt a kicsike. Mondja, mit csinál vele? Pulzust és vérnyomást mérek. Talán valami baja van Mr. Teónak? Azt hiszem, inkább magának van valami baja, uram. Ó, nem rólam van szó, csak Mr. Teóról, de azért kedves magától, hogy gyöngyeiben. El a kezekkel, különc idegen. Ez a nyúl az enyém. Na ide hallgasson, öreg úr. Olyan pontosan ráismerek, mint egy anya az édes fiára. Ez az állat, kérem szépen, az enyém. Uram, ez az én kísérleti nyúlam. Engedje meg, Dr. Blunchley, etológus professzor. Örvendek, de akkor is biztosan felismerem a dögöt. Ez az én Mr. Teom. Éves, kedves uram, ez nem Mr., hanem ez egy Miss. Szolgáljak önnek bizonyítékkal. Na ide hallgasson, ha átoperálta, akkor meggyűlik velem a baj, a profom. Hogy vigyek el egy nőstényé vált kanta nyúl kiállításra? Nyúl kiállításra? Ha ön szerint ez az állat egy nyúltenyésztő tulajdona, akkor mutassa meg rajta a nyúltenyésztő egyesület tetovált számát. Ez az a tetovált számé. Itt van a bal fülén. Vagy ha nem ott, akkor a jobb fülén. Hát igen, ezek szerint ez az állat nem tenyésznyúl. Quod erat demonstrandum. Amen. Nem értem, hogy mi lehet ez. Valami tenyészet lehet. Itt sajnálom, hogy zavartam. Bocsánat. Miért álltunk meg? Javítják a vágányt.
Állj! Állj meg! Mondtam, hogy letekerjük egy fél óra alatt, igaz? Igen. A járgányon! Állj! El a mancsokkal! Állj, vagy levés! Nézd! De hát... Hat perc van még. Remélem, szeret a fickó. Igazán kellemes alkalom, hogy bizonyságot szerezek róla. Itt van az útlevele. A fényképen sokkal csinosabb, mint az életben. Ne idétlenkedj vele, mint egy kamasz. A babának már mindegy. Nézd csak, foglalkozása nyomozó. Az előbb még titkárnő voltál. Hazudok, valahányszor kinyitom a számot. Micsoda pulyka? Könnyen meg lehet, hogy ezután nem nyitott ki többet. Paul, ez a fickó nem ismert tréfát, mozgósította a hadsereget. Leugrott a tetőre, kapaszkodva lóg rajta. És a ketrec? Ott van mellette a tetőn. Mire vársz? Mard el a szajrétőt, meg küld a más világra. Na, gyerünk, lódulj már! Most mi a szándékuk velem? Mellettünk maradsz, míg le nem bonyolítjuk az üzletet. Csak óvatossággal, érted? Értem, hát cipeljenek csak magukkal. De annyit tudnak, remélem, hogy büntetlenül nem lehet... Hogy mit tudunk, Szivi? Azt majd később megmutatjuk a Holiday Inn-ben. Csak semmi nevet, fogd be a szárt, te Isten verte hülye! Azt hiszem, hogy a városállam az ötlet van. Úgy viselkedj, mintha minden rendben volna. Mosolyog szépen. Én igazán nem vagyok prűd testvéreim az úrban, de azért hármasban az mégiscsak túlzás, nem? Akkor inkább felhívom az egyik barátnővet. De a szám, de rögtön te kis bestia! Piáljunk előbb egy jót, hogy megjöjjön a bátorságot hozzá. Hogy anélkül is megy.
Hát igen, tudom, nálatok kicsit tovább tart a játék, mi? Hiába, ha egy motor nincs jól bejáratva. Te meg mit vágsz ilyen pancsali képet, kis öreg? Csak nem akarod bemesélni nekem, hogy nem nyaltad még meg a sót soha, ha? Terhitel van ez a fiatal hölgy, főtisztelendő uram. Á, nézzenek rám, olyan lány vagyok én, akivel nem érzik jól magukat a férfiak. Tudja, őrmester úr, a jó Istennek gondja van minden báránykájára. Vállaltuk, hogy visszavezetjük ezt a szegény teremtést a tisztesség útjára. Ó, mi ütött beléd, vénkecske? Az előbb még egészen más szöveget nyomtál. Na, elég ebből, azonnal jöjjön velünk. Ó, ennyire sürgős maguknak. Gyerünk, jöjjön egy-kettő. Hát persze, hogy megyek, szép fiúk. Mi az, hogy megyek? Repülök. Jaj, de imádom az ilyen rámenős rácokat. Ó, jöjjenek, csak nem bánják meg. Megédesítem egy kicsit az egyhangú szolgálatot. Hm? Ereszenekkel, tuskók! Tényleg elvesztettem a jegyemet, és megfizettem a büntetést, majd elvettem a pénzemet. És mit jelentsen az, hogyha kedves leszel hozzánk, akkor mindent elsimítunk suba alatt? Ismerem ezt a nótát. Igen, engem egyszer már majdnem megerőszakoltak egy rendőrőr szobát. Ó, páter, kérem, mentsen meg! Én még ártatlan vagyok. Ó, szégyeljék magukat! Kísértésbe visznek egy ártatlan gyermeket. És itt a pályaudvaron, ennyi sok ember előtt. Távozz csak békével, gyermekem, és óvakodj minden kísértéstől. Ámen. Ámen. Figyelem, a 748-as számú kocsmának a további útját felé. Ott van. Áruátvétel holnap reggel 9 órakor a szálló fogadó termébe. Miért csak holnap reggel? Ezt az utasítást kaptam. Most pedig elviszem az urakat a szállóba, ahol 2 szobát rezerváltunk önöknek. Az öltözét minket egy kicsit megviselte az utazást. Erre is számítottunk és gondoskodtunk mindenről. A tartalékruhák a bőröndökben, ez utóbbiak pedig a kocsi csomagtartójában vannak. Jó, köszönjük. Kérem. Gyorsan az után, Mercedes után. Előzze meg. Nekem kell előbb a Holiday Inn szállodába érnem. Hozza be a podgyászt a csomagtartóból. Majd gondját viselem a podgyásznak, fiam. Csak előbb hadd mondjam végig az imámat. Természetesen főtanácsos úr, megkaptuk a szoba rendelését. Minden rendben ez, de sajnos az első emeletű lakoszták nem biztosíthatjuk önnek. Végtelen sajnálom, de az foglal. Kérem szíves elnézését. 2 szobát foglaltattunk le a főtisztelendő úrnak. Igen, a 314-es és a 315-ös. Összekötő ajtóval. A formalitásokat már el is intéztük. Kellemes itt tartózkodást kívánok, atyám. Ha megengedi, elköszönnék. Távozz békével, fiam. A 315-ös a tied. Addig hülyéskedsz, míg lebuktatsz minket. Gyerünk fölfelé. Jól van, mindjárt megyek. Hm.
Jó napot. Jó napot. A 315-ös szoba atyán. A főtisztelendő úré mellett összekötő ajtóval. Tudja, barátom, én nem az vagyok, aki vagyok. Érti a látszott néhöcsol. Lehet, hogy nem sokára olyan dolgok történnek itt, hogy eláll a... én váratok, intézze csak el a hölgyet. Hát, madám, jobb lenne, ha az ékszereit a széfünkben helyezné el megőrzésre. A közbiztonság már nem a régi, és nagyon kockázatos, ha ekkora vagyont visz magával, ha sétálni megy. Igen, ebben igaza van, de én meg tudom magam védeni. Nézen ide! Ezt nálunk minden nő magánál hordja. Tudja, ez amolyan kábító fegyver. Igazán érdekes, és hogyan működik? Egyszerű, úgy csap le, mint a villám. Csak le kell nyomni ezt a gombocskát, és már működik is. Te jóságos Isten! Hamar orvost! Segítség! Orvost! Segítség! K.O. 5 másodperc alatt. Holnap reggel nagyobb összeghez jutok. Kiválasztat valamit magának. Mit szeretne inkább, valamelyik nyakéket, vagy valamelyik karköt? Mit képzel, uram, minek néz engem? Mind a kettőt, vagy semmit? Gondolod, hogy az utolsó ingemet is odaadom neked, amíg le nem veted a magadét? Tíz percet kapsz, nem többet. Mosakodj meg, és öltözz át. Ó, egek! Ó. Majd csak magához tér. Ezúttal bent van a csaptában. Egy, kettő, három, négy, öt. Semmi baj, de ilyen kérdező, azért késtél. Nem, dehogy a rendőrség, magántetektívek. Rámenős alapok, hogy ilyen elbántunk elő. Nem több, nem több a felelőség. Oké, főnök, viszlátok. Na. Benno! A fene, Benno! A facamba! Hé, Benno! Mi van, mit csinálsz? Benno! Hívtalak, a füleden ülsz? Ha? Ja, ó. Nézze, hölgyem, én a szálloda igazgatója vagyok, és igazán nem holmi erénycsősz. De ami sok, az sok, ami túlzás, az túlzás. Határozottan fel kell szólítanom, hogy ezt a kínos szituációt haladéktalanul szüntesse meg. Hé, várjon! Jane! Várjon! Jane! Harry! Nem sebesült meg, Harry! Tessék! Az igazgató, mit óhagy kérem?
Bizalmas ügy. Hogy érti azt, hogy bizalmas? Rendben van, akkor felöltözöm és lemegyek. Rühellem az ilyen bizalmas ügyeket. Az Isten verje meg, csak nem pont a cél egyenesben esünk pofára. Harry, jöjjön be gyorsan. Én azt hittem, hogy maga már végre. Halott vagyok, ugye? Ez hosszú história. Talán levehetném ezt valahol. Ó, persze, jöjjön gyorsan. Igen. Nekem sehogy se fér a fejembe. Mi a fenének kell ezeknek a nyúl? Szerintem az lehet az egyetlen magyarázat, hogy a ketrezben más is van, nem csak a házi nyúl. Mm. Igen, ez az emögött a nyúl mögött lappang valami más is. Ugye, Harry, mi lenne? Igazán nem tudom, mi más lehetne egy házi nyúl ketrecében, mint egy házi nyúl. Hát, kábítószer például. Ez lesz az marihuana, vagy valami efféle. Az a dög úgyis van furán néz a szemével, észre tette. Nem, nekem nem tűnt fel semmi, de nem is néztem még igazán mélyen a szemébe. Jobban is tette, de bármi az ábra, megszerzem Mr. Teót. Holnap nyit a kiállítás. Itt a kicsike. Bocsánat. Látja, nekem lett igazam. Nézzük csak. Renoir. Egy Renoir ki? Jim, jöjjön át, mutatok valamit. Na hát, micsoda mászli, az ember esze megáll. Kérem, ez kizárt dolog. Ilyet nem követhetett el Páter Eusebius. Kérem, ha nem akar hinni a szavannak, jöjjön fel a tett színhelyére vele! Ki az, kérem? Az igazgató vagyok. Kérem, nyisson ajtót. Már megint. Nem lehet, éppen zuhanyozok. Már megbocsásson, hölgyem, de nekem okvetlenül be kell jutnom. De nélkülem. Egy hölgyöz, aki éppen zuhanyozik, én nem követhetem. Majd lesüti a szemét, főtisztelendő úr. 10 másodpercet adok, aztán belépek. A nő a fürdőszobában. Az ön pátere meg ott az ágyban. Ott van, tessék. Hát istenként megesik az ilyesmi, a páter még nincs fölszentelve. Ha meggondoljuk például, hogy sok embernek még a dohányzásról is milyen rettentően nehéz leszoknia, meg kell bocsátanunk neki, hiszen a test gyarló. Csak egy kis ballépés, igazgató úr. Mihez tartás véget közlöm? Eltávolítottam az illető urat a szobájából. Hatnak költözünk biztonsági okokból, hogy ne kapjanak el a zsaruk. És mit csinál ez az Isten barma? Rajta kapatja magát egy kis vingyóágyában. Pau, esküszöm neked. Alány fogalmam sincs, hogy kerültem abban a szobában. Aludt ki a mámorodat, balfácán. És jaj neked, ha holnap nem leszel fit. Tudod, mi forog kockán? Mi van? Beszélj már! Mi baj a szentségit? Oda állt van a szobámban. A pasas, akit a vonatból a hullagit szintával lőttem. Oda állt. Na majd én kihozanítalak. Egy kis hideg zuhannyal, jéghideggel. Hulla! Főfelügyelő úr, ha magát a nagyfőnököt is el akarja kapni, akkor türelemmel kell lennie holnap reggelig. De biztosan, a saját fülemmel hallottam az előbb. Az áruátvételre holnap reggel 9:40-kor kerül sor. A fogadóteremben. Nem, én biztosra veszem, hogy személyesen veszi át. Igen, és a kép egy vitorlavászon zsákban van felgöngyölve, a zsák pedig egy nyúlketrec aljában.
nem rosszban van. Elnézést kérek, uram, de lóg valami hátul az akujáról. A feneké? Azt mondja a fene. A feneké. Hölj a kiállítás. A kiállítás! Itt vannak. Oh, pardon, bocsánat, csak eltévedtem. Rajta, főfelügyelő úr, itt vannak. Tudom, hogy egy kicsit alkalmatlan a pillanat, de szükségem van Mr. Most nem találok mellé. Élve kapjuk el őket! Indíts! Tapos bele! Allé, hopp! Kifelé a fickókkal! Hello, Jim! Szép munka volt, gratulálok! Köszönöm, főfelügyelő. A főnökei a biztosítónál boldogok lesznek. Mellesleg tudja, hogy mennyi jutalmat tűztek ki? Természetesen. Ők pedig remélem tudják a folyószámlám számát. Biztosan. Viszontlátásra. A kisasszony egész idő alatt az orromnál fogva vezetett, mi? Harry! Harry, ne haragudj, de ma éjszaka óta egészen más. Igen, tudom, persze én is egészen másnak érzem magam, valahogy olyan... Boldognak? Gazdagnak. És csak... Oh. Csak nem akarod az összes pénzt megtartani? Dehogy nem, vagy talán adjam vissza a képrablóknak. De hogy éppen a ketrecbe tetted, nem könnyelműség ez egy kicsit? Gondolja határa, kedvesem, ez biztos-e, és ne felejtsd el, ami egyszer jól bevált, az beválik másodszor is. Nem igaz? Nagyot nőttél a szememben, Harry. Ez van. Persze azért egy egész kicsikét gyengédebb lehetne hozzám ez az új Harry, nem? Majd később, szívecském, sietek, tudod, 10-kor nyílik a kiállítás. Na, gyere! Van szerencsém átgyújtani önnek, aki régi kedves alapítótagunkat, a házi gyúltenyésztés egyik apostolát, Madame Annie Rózét képviseli itt, a győzelmi serleget a Nemzetközi Házi Nyúltenyésztő Egyesület nevében.
Továbbá a pénzjutalmat is a nyertes tenyésztőnek járó 2500 svájci frank értékű csekket. Fogd csak meg. Köszönöm, édes. Jól vagy, nyuszkó-muszkó. És most aztán sietünk az a mamához, jó? Muszáj ennyire sietni? Hát persze, megígértem, és állom a szavamat, hiszen férfi vagyok, vagy nem? De. Azok a disznó magándetektívek átvertek. Ez csak az ő művük lehet. A lány meg az a nyulas pasas játszhatott össze. Meg kell találnunk őket. Várj csak. Annak az öreg lánynak dolgoznak, aki a kórházban fekszik, igaz? Oda kell visszamennünk. Nyomás! Ez az öreg lány tisztára be van dilizve. Most mondd meg, mi az Isten csodájának akar egyedül maradni a nyulával? Ugyan már ne izgasd magad. Nincs onnak ez a nyula mindene. Hát nem érted, szereti. Egyébként... Apúr! Veled, én is szíves. Legyen szíves. Tessék. Nagyon meg vagyok magával elégedve, apúr. Igazán meg vagyok elégedve. És hálásan köszönöm. Jól van, römökül nézek, édes nyuszkó-muszkom. Tudtam én, hogy első díjat nyersz a kiállításon. Amilyen gyönyörű szép vagy. Há, igen, de most lassan el kell várniuk. A vonat mindjárt indul. Nem, újra elválni tőle. Nem, azt már nem érném túl. Elhatároztam, hogy inkább itt tartom magam mellett. Na, de hát ezt nem lehet. Hogy nem? Hát a kórházi szabályzat. És gondoljon kérem Mr. Teóra, neki is sokkal kényelmesebb otthon a tágas helyén, mint itt ebben a szűk ketrecben. Ő biztosan azt akarja, hogy hazavigyem. Gondolja, hogy jó neki? Hát akkor jó, vigye inkább haza, de gyorsan kérem. Igen. Gyorsan, mielőtt sírnék. De ha Teó akarja, akkor rendben van. Legyen meg az akarata. Helyesen látunk arra. De egyet meg kell mondanom magának. Nem az előírásos módon tartja tisztán a ketrecet. A lelkére kötöttem pedig, apúr. Napjában kétszer kiga nézni. Kétszer. Ígérem, úgy lesz jövő viszontlátásra. Gyorsan, te a lépcsőn! Itt van a drága. Egy hangot se. Ne mozduljanak, ha kedves az életük. Itt van a szajri a ketrecben, mi? De uram, ez... Ez nem lehet igaz. Tehát hová dugták? Kereket fel! Az égből jön minden áldás. Mindörökké. Hová hűrítette a Ganésre ezt az Istenért? Oda! Megmondtam, hogy naponta kétszer ki kell ganézni. Naponta kétszer! Rémes, az öreg lány kidobta a szemétbe a pénzt. Micsoda? Mondja, hová kerül a kidobott szemét? Épp most vitték el. De hová? Hogy hová? Hová? Ahová mindig. Ahová vinni szokták. De az Istenért hová szokták? Jóságos Isten. Gyerünk, indítson már, gyorsan! Mm.
Ilyen szemét pechem is csak neked. Megtaláltad? Na, beszélj már! Lássuk csak, egy, kettő, három, négy. Ha, én ne legyen büsztette a nevem, ha ti is meg a magához való esz az én. Jó öreg gazda asszonyoknak. Man stelle sich vor zwei Ganoven, die mopsen ein weißes Kaninchen, denn das Vieh sitzt mümmelnd, wie sonderbar, auf dem Bild von Herrn Renoir. Und dann wird ein Hase gekidnappt, man jetzt ein Zahn und nicht das Karnickel, derweil liegt ein Superman meines Typs bei Herrn Hackethal im Gips. Und Schüsse knallen von links und rechts, von hinten und von vorn. Und alles ist ganz unheimlich verworren. Nichts geht über Krimis. Krimis sind das Größte. Man haut sich vor die Weste. Ach, wie ist das schön. Und die Unterwelt ist am Rotieren und wir verzeichnen die erste Leiche. Doch die Leiche hat ne Riesennummer drauf, sie steht ganz einfach wieder auf. Und Schüsse knallen von links und rechts, von hinten und von vorn. Und alles ist noch immer sehr verworren. Geht über Krimis. Krimis sind das Größte. Man hat sich vor die Weste. Ach, wie ist das schön. Und es sieht so wie immer das Gute. Und die Gangster kriegen 8 Jahre. Und der Held kriegt die Lady und 10%. Und das nennt man dann Happy End. Und das Publikum entströmt dem